Sziasztok! Január 4-e, 15 óra 42. Fél órán maradt horgászni. Ezt a fél órát, ezt a régiót, ezt műsdobom meg nagyon. Oda elmegyek a nádig. Onnan fogok lefelé dobálni. Nem is itt, nem zajongok. Amennyire csak lehet, megpróbálom elkerülni az zajongást. Mert, ahogy Lukács Béla mondaná, lábunk előtt hever a hal. Nagy tisztelője vagyunk. Többiek nevével is beszéltek Béla bának. Igazság szerint a siófokos, sugerezős, gumihalas sztori óta izgatottan várjuk mindig a videóit. Hát első dobás, ez mindig jó. Minden csatornán. Reméljük, hogy a Miller csatornán is jó lesz. Hopp. Pillanatra olyan volt, mintha, de nem. Szerintem ez csak valami növényzet lehet. Növény volt. Kihasználom a szelet. Atya ég, de jó volt. Ez egy jó dobás. Ez kevéssé horgászt. Hopp. Utána csipett. Ez jó volt. Az egy kevéssé horgászott terület. Pont ezt akartam mondani. És hogy a szél ott van. Picit megállítom. Hát, ha utána ment. Ez egy kevéssé horgászott terület. És hogy a szél elvitte odáig. Itt. Bocsánat, egy picit megilletődtem. Jó kapás volt. Nem akadt neki. Na nézzük még egyet akkor oda, nem? Ti is megdobnátok szerintem. Megpróbálom így szelet kihasználni. Tökéletes. Ezt nem igazán tudja meg dobni normális esetben az ember. Szinte víz közt húzom a csalit, most leengedem. Nem igazán kicsit fentebb tartott bottal próbálkozom. Mert mindjárt kicsit felingárlom, ott van valami, megdobom. Másik csalival. Beakasztom ide. Nem feszítem túl. Ezt nézzük, mi van a táskába. Két kis doboz, ebben vannak az ilyen kapcsok, jigfejek, ebben pedig a gumihalak, meg azok a gumik, amik már használva vannak. Megnézzük ezzel a kis fehér twisterrel. Ja, átváltunk erre. Ez inkább a süllőknek van kitalálva ez a fajta csali. Bár nem kérdeztem még meg őket, hogy tetszik-e nekik. Jobban mondom, nem jelentkeztek rá, úgyhogy erre viszont már volt jelentkező. Előző videókból láthattátok erre a szín kombinációra. Szerintem végig is dobálom vele a... Most nem rakom a zsebembe a másik csalit, mert úgy jártam, hogy mosás közben találtam meg. Nem szerencsés még ennyit se zajongani ilyenkor, de valami meg kell oldani. Aztán kicsit kapkodok is nyilván. Ez hogy repül? Hogy nézzem? Jó? Oké. Okay. Hú, ez a szél, ez jó. Na nézzük be, hogy fehér twister, piros gumifarok.
Ha nem adja be, még egyet dobok, akkor viszont utána megyek is tovább, mert nincs idő mennyi. Eszik, nem eszik. Nem variálom túl, még három fajta csalival megpróbálni. Hát a kapásra bírom. Lassan próbálom tekerni, mert csuka azt szereti, ha utána tud ugrani. Hirtelen elhúznom előtte, akkor nem tudja megvizsgálni a prédát. Úgy csodabás. Szép amúgy, ahogy megy le a nap. Legalábbis nekem tetszik. Még jobban tetszene egy jó kapás itt. Na jó, megyünk tovább. Nem állítom le a kamerát, most kivételesen. Többen kértétek, hogy legyen már egy hosszabb videó, hát ez akkor így az lesz. Beakasztom ide. Akkor beakasztom, akkor mindig csak annyira szoktam megfeszíteni, hogy feszes maradjon, mert a fonott damilnek van egy olyan hülye tulajdonsága, hogy ugye nem nyúlik, aztán van előnye is nyilván, meg hátránya is, hát hátránya az, hogy nem nyúlik, és hát szerintem így kíméletesebb a botnak, mindig így csinálom. Főleg ez egy rövid pálca, nem is nagyon úgy tud hajlani. Hát kíváncsi leszek ezzel a kis fehérrel. Jó kapás volt, jó utána ütögetett. Lehet kicsit megszúrta a horog, aztán utána már egy kicsit kevésbé. Itt mondtam ezt a szakaszt, hogy végig bokrok is, és a nem nagyon lehet ide leállni pecázat. Jó, le lehet itt menni, megdobálni, de nem egy életbiztosítás, főleg egyedül. Aztán ide a széllel sikerült bedobni, ugye, szél segítségével. Pont jó irányba fújt. Jövünk ide a másik helyhez. Itt fogtuk a csukák zömét, meg sugaret is, de hát volt már egy három alkalom, hogy nem volt eredményes a peca. Videók azok készültek, de mivel nincs rajta fogás, azért nem töltöttem fel, ugye. Na nézzük ezt a helyet. Itt elég korlátozottak a lehetőség, oda nem fogok most lemenni, mert egyedül vagyok, beleesek, nincs segítségem. Úgyhogy... Na, itt egy kicsit mélyebb ez a rész. Érezhetően. Picit mélyebb. Túl sokat nem fogok dobálni itt, egy 3-4-et dobok. Mert ugye ennek a twisternek van egy farkának egy veretés, ami ugye rezonál a vízbe. Hopp. Ami most pont felakadt a horogra. Szóval rezonál a vízbe, és minden twisternek, úgymond nem csak twisternek, gumihalnak is ez a rezonanciája, amit a farka csinál. A jó esetben nem szórodik fel a horogra, ugye? Az... körülötte lévő, pár méterre lévő rablóhalakat azért oda csalogatja. Felkelti az érdeklődésüket. Elég meleg az idő egyébként. 11 fok van még. Azt meg végig tekerem. Aztán megyek is tovább.
És nem érek rá tovább kísérletezni, csalikkal itt sem. Elég lágyan veret ez a fajta twister. Növényes az alja, nyilván itt melegszik a víz. Nézzétek meg, milyen jól beindultak a vízi növények is, szépen zöldelnek. Tehát mindenképpen beindultak itt a élőlények a vízben, vízi élővilág is. Na most egy másik szögből megdobom először ugyanazt. Volt már, hogy így jött be. Ugyanonnan, ahonnan az előbb nem jött, most be, akkor bejött. A másik szögből dobtam meg. Most lejött az aljára, picit rágyorsítok, felfelé jöjjön. Hát ide nem nagyon érdemes erre a millérre egyébként sokkal hosszabb bot. Ez egy 2 méteres bot, van egy 2 méter 40-es Delfin Thunder 5-28 g-os, ami most sajnos szervizes, mert első perc alkalmával eltört neki a spicce, valószínűleg anyaghibás lehet. Azért gondolom így, mert én részemre nagyon vigyáztam rá, mindig ilyen pocsákba tartottam, úgyis volt szállítva. Pece közben nem raktam le még a földre, se kezembe volt végig, úgyhogy kizártam az emberi tényezőt, hát nagyszámok törvény alapján megtörténhet. És ahhoz képest, hogy a többi botom, amire nem vigyázok, mennyi mindent kapott már, ez semmi baj, az ég egyet a világon némelyiknek, a régebbi botok közül. Gyorsan megadta magát. Na hát, semmi sem tökéletes, meg kicserélik, aztán minden megy tovább. Na még egyet ide. Engedem, de jobb lenne beletekerni ilyenkor már. Csak az a baj, hogy a szél miatt nem nagyon látom, hogy most mennyi a, mekkora az akkora. Furán veret ez a twister, ez a fajta. Na megyünk tovább, nem dobálok itt tovább. Nem tetszik ennek a farkának a veretése. A másik fehér, piros, fehér, narancssárga volt, ez nem is piros. Az jobban más, hogy veret valahogy más a mozgása, más volt a mozgása neki. Úgyhogy leállok az első el, és akkor megpróbálom megint a széllel megdobni azt a területet, ahova nem zajongtam még. De szerintem lecserélem a gumit. Mondjuk arról volt szó, hogy nem nagyon cserélgetem, de nem tetszik, hogy mozog. Nem így mozgott a másik. A gyors gumicsere. Azt mondja, hogy itt a leharapott, na ez volt a jó. Ugyanaz, mint ez, csak kisebb. Jó, hát ezt a orgot, ezt ne nézzétek. Ez más. Más világ. Na, nézzük a narancssárgát. Ezzel. Ezt le is húzom ezt a gumit róla. Most ezt úgy fogjuk megoldani. Extra gyorsak leszünk. És akkor... telefonon, mert ezt most nem fogjuk felvenni, annyira nem fontos ez. Jó, rendben. Hát, majd visszahívom hazafele menet. Fél órában úgyis kb. Aztán ennyi volt. Viszont most már ezen kitartok emellett. Amúgy is ez lesz 2022 twister slágere. Na, nem bohóckodok tovább.
Visszafele lenne. Erre jó a hosszabbat egyébként, hogy előtte még el tudnék dobni, de ha itt a hal, akkor tök mindegy, hogy mekkora bottal dobok. Ha nincs, akkor a legszuperebb bottal is cseszhetjük. Ez szerintem jobban mozog, ez a twister. Ez egy másik, így van, ezt már is látom, hogy ez jó lesz. Egészen más a farkának a mozgása. Ugyanilyennel fogtam a csukákat, csak fehér és narancssárgával. Ez meg narancssárga, meg ilyen neonzöld szerűség. Szerintem ingerli ez is a csukát. Tehát majd mindjárt kiderül. Kiderül, hogy igen vagy sem. És ebbe a kicsit borús időben már lehet, hogy ez jó lesz, hogy itt sötétedik. Aztán majd kiderül mindjárt. Egyébként a fehér-piros párti vagyok. De és voltam bent a horgászboltokba, és annyira le van fogyva az egész, mindenki itt az évelei, vagy évvégi, vagy hát nem is tudom, hogy mondjam. Jó, bekapcsoltam a forgókapcsot? Igen. Évvégi leltár miatt nem vásárol, beszállítók se hoznak cuccokat, hogy nehéz. Most jó gumit venni szerintem egy darabig, bár táskában azért van miből válogatni, de mindig vannak új ötletek. Hopp. Valami utána csípett. Na és akkor most lenne jó a kicsit hosszabbot, hogy itt a növényzet felett. Hát mondjuk most így benyúlva sikerül, de ha akasztanék valamit, akkor neccesebb lenne, elkezdene görbíteni, ugye? Nem, én akasztanék, már most rengettem, kicsit tekerem. Hát tele vannak ülve az aljára most így a szélbe. Befújta őket ide a szél. Leginkább odébb megyek, majd dobok egyet visszafele is, itt ezt a részt meghúzni. Talán itt jó lesz. Jaj. Hát nem egy nagy csatorna, aki nem ismerné, meg csak messzebbről nézi ezt a videót, nem minden a környékről, nem egy nagy csatorna. Eléggé le van engedve most, tehát ez jóval fentebb szokott lenni. Úgy kell értsétek, hogy itt ahol állok, itt idáig szokott körülbelül víz lenni. Így. Jócskán, fentébb. Nem akarják még most. Na majd innen az öbölből kicsalom, oda van beállva biztos a növényekre. Hát ez rossz dobás volt ehhez, be kellett dobni teljesen. Nem kijöhet. Nem sok időtök maradt, srácok, mert lassan fények már nem lesznek jók a videóhoz. Úgyhogy ha valamit mutatni akartok magatokból, akkor tegyétek meg. Na, én megmutatok egy nagyobb dobást. Hú, ez repülám. És vízbe esett, ez szerencsés. Próbálom lassan húzni víz közt. Hát ha alulról felüt rá. Na, még egy hosszabbat dobok, és ezt le fogom engedni. Kicsit ilyenkor a nátfele, elég jól belövöm azért.
leengedem teljesen, most ott húznom majd lent. Szóval egy némi vízi nevén már feljött a... Kicsit fentebb tartom így a botot. Bár így meg a Twisternek a farka nem biztos, hogy olyan jól veret. Néhány vízi növény már feljött, azt akartam mondani pont. És... Oké, gyerünk tovább. Hát ha... Néhány vízi növény már feljött, és az a gond, hogy belehúzom. Napsütés, meg a melegedő víz megtette hatását. Január elején is már ilyen állapotok vannak, mi lesz majd később. Lassan... Na jó, nem akarok belemenni ebbe a globális felmelegedésbe, meg ilyenekbe, de lassan nem a gáz miatt kell aggódnunk, hogy van-e fűtésünk, hanem van-e hűtésünk. Ez lesz a nagyobbik problémája szerintem hamarosan az emberiségnek, hogy klímával bírjuk-e azt szorít. De szép az égbolt alja. Hát visszafelé nem tudok olyanokat dobni, mint a másik irányba. Nem is nagyon látom így a Damiot, de most már látom. Na. Csipegeti. Nem. Aha. Farkának a nyoma. Látszik. Vagy mi farkának, fogának a nyoma. A farkában. El akartam mondani. Ahogy utána kapogatott. Pedzegette. Ú, de érdekesek ezek a felhők. Már megérte lejönni. Wow. Jó, nézzük a nátfalat. Hát, ha be vannak odaállva. Túlpartra. Lesben áll egy cápa. Hát, az ott... Jó, nem éneklek. Aki eddig nézte és ott hagyná a videót. Na, gyerünk ott be. Tesóm. Új. Meg lehet dobva. De majd nem tartok ellen, de ellen tartok, akkor... Nem tudom, nem látom jól a Damilt így. Egyenesebb szakasz, de annyira nem fújja be a szél. Lehet, hogy ide álltak be. Nem tudom. Vegyekre. Mederbe dobtam. Első dobás. Új, de szép. Ritka, amikor januárban ilyet mutat a
ezt megtekerjem már, igaz? Nem ezért vagytok itt, hogy ezeket nézzétek. Nehéz azért egy hosszú videót végig dumálni, hogy őszinte legyek veletek. Nyilván. Egészen biztos nem a legszuperebb a képe a videónak. Szerintem. Pedig most van a fényváltás. Ilyenkor kellene, hogy... Ops! Beadja. Hopp, ez egy elég rossz dobás volt. Kicsit már őszinte leszek veletek. Elgondolkoztam azon a ténnyel is, hogy fázok. Gyerünk már! Hopp, ez hova esett? Hú, basszus! Hú, annyira jól megdobtam a szelet, hogy turbulenciás erők hatottak rá. Máshogy nem oldom meg. Sajnos. Ezt máshogy nem oldom meg. Jaj. Na hát akkor szereljünk. Bedobtam oda a bokorba. Feldíszítettem, jövő évi karácsonyfál megvan. És esetleg szeretne ingyen műcsalit. Hajlandó érte bemenni a vízbe, meg a bokrokba. Szélbe ezt befűzni. Hát igen, nem csak arról szól a horgászat, amit a 7-8 perces videóba összevágnak a youtuberek, hanem erről is. Nem csak a tökéletességről, meg a szuper nádfal koppintó dobásokról, hanem az ilyenekről is megesik a helyzet. Na de hát... Pontosan. Egyébként az biztos, hogy legalább a... Egyébként, ha nem láttátok volna a kamerából, akkor nem történt semmi más, csak a széllel harcolok, ahogy húzom át a damjöt, hogy beletaláljak ezekbe a kis szűk lukakba. Szeretem a szűk, csak... Na jó, nem folytatom. Nem ide való. Nem ebben a műsorban való, lehet megnézik a gyerekek is, aztán mit gondolnak, hogy miről beszélek, nem értik. Hogy lehet az, ami szűk, aztán szóval nem mindegy. Na, jó Isten már vissza is köszönt, hogy álljál le. Ne beszélj ilyet. Jó. Okés. És akkor ide. Hát, kellene kössek ugye egy fület.
Hú. A kezem már eléggé fázik. És... pont kapóra jön, hogy... van nálam Pázmány Péter féle előre kötött flowkarbon előke. Hát nagyjából jó, duplán áthúztam, lehetett volna hármat is, de duplával se szokott gondolni. Mert ilyenkor azért már, amikor kifújja az ember kezét a szél, hát horgász legyen a talpán, aki erre azt mondja, hogy szívesen köti meg. Még az előkét is. Úgyhogy szuper jó dolog, hogy van nálam ez a előre kötött előke. Ami ebben a táskámban van, vagy dobozomban. Tessék, itt van egy. Ezt ilyenkor úgy szoktam, hogy én is láttam, hogy meg kell húzogatni itt a meleg kézzel, párszor, akár így is lehet, nem kell széttépni, csak hőkezelni kell, és akkor is szépen kiegyenesedik az összekunkorodott flowkarbon előke. Na, azt mondja, hogy nehéz nem beletalálni, mert... így, várjatok már, de akkor 2022 csalija meg oda lett. Ezt meg belefúj, összefújta a szél, hát... jaj! Na. Ez a szél, ez nem jön most jó, meg ez a kevés fény se. Nem nagyon látom, hogy mi történik. Annyira láthatatlanok már ezek a damilok, hogy... kötésnél se látja az ember, azt veszem észre. Tudjátok, mit fogok sajnálni, ha most ezt felszerelem? Fogok egy halat, és ez miatt egy per egybe így végig kell nézzétek. Na jó, nem majd bejelölöm a videót, beteggelem végig, hova tekerjetek. Kész is. Mit rakjunk fel éjszakának idejére? Nézzük meg, hogy hátha mocorognak a süllők ezzel a kis rózsaszínnel. Itt előre kötve citromsárgá, nézzük meg ezt. Hát, ha megkergeti a csukesz is. Na és akkor kiakaszt, beakaszt. Kis madarak is előjöttek. Lehet őket hallani. Na jó, hát ez így ennyi. Nézzük. És nem dobok olyan nagyot. Jobban kontrollálom, megígérem. Nem tudom, mennyi látszik, még elég kevés már a fény. Én látok egyébként, tehát... állítom a kamerát, oké. Ó, ez jó dobás volt.
kis üllők előttem, nem? A mederbe, mennyire kiderül. Semmit nem láttuk már Damilból. Hát nem. Na, egy dobást visszafelé. Jó, felesett vízbe. Kivételesen most jó lett. Kis madarak összeálltak a szél miatt szerintem. Ez itt az a rész ennyi. Kiveséztük. Nem jött jókor ez a kötés. Itt ez van. Ez van. Majdnem leállítottam, de nem állítom. Azon gondolkodám, hogy mi lett volna, ha visszadobok itt, mi? Egy kicsit átfújt a szél, hogy őszinte legyek veletek. Pedig jól fel vagyok öltözve, de nem rétegesen. Nem pecára vagyok rétegezve, hanem munkára. Egy rétegben. Na, dobjuk meg itt is ezzel a csalival. Hát, ha beadná a süllő. Rendesen a nagy szél miatt. Jó. Ennyi. Ez itt. Na hát, nem erült az első aksi. 40 percet bírt folyamatos kamerázás mellett. Maximumra nyomott rezgés csillapítással. Hyper Smooth a becsületes neve.
Hát a botról annyit. Speed, Trout, Delfin, 2-10 grammos, 195 cm hosszú. Az orsa az egy Shimano Vanford, 2500-as. A Damil az 6-os vagy 8-as vastagságú, inkább 6-os, azt hiszem. Ja. Egész jó kis zöld színű. Az eléke az Pázmány Péter féle előre kötött előke, ami nagyon szuper. Nem is a lusta horgászoknak, hanem akik télen horgásznak, mert baromira be tud fagyni az ember keze, szerintem, egy ilyen időben. Na még adjunk egy esélyt itt ennek, jó? Ha már ennyire kéritek, kommentelitek, igazatok van. Dobd meg, Ati, mi baj lehet? Max beakadsz ezzel és azt mehetsz haza. Semmit nem látok belőle, hogy hova érkezik, inkább hamarabb visszafogom. Gond, hogy nem csak, nem is igazából csak érzem az egészet, amit nem is látom a Damilt. Nem is tudom, kamera mennyire adja ezt vissza. Hát azért nagyjából még látszódik. Némileg. Jobban lát a kamera egyébként most már, mint én, amúgy. Azt veszem észre. Nyilván itt a meleg időre a kis halak is felélénkültek. Aztán valószínűleg, hogy a ragadozó halaknak itt lett egy kis természetes tápláléka. Nem tudom, hova esett. Egyszerűen nem látok. Vízben van, az biztos. De hogy merre? Én hiszek ebbe a részbe, főleg, hogy most... Hopp! Nem lett meg! A francba. Utána nézzétek? Nézzétek, hogy utána nyúlt? Lehúzta a gumit róla. Ej! Kár érte. Na jó, hát ha most? Na majd most. Jó volt. Kicsit erő, keményítek a féken. Megvan, megvan. Oké, boy. Oh, yes. Ez az. Hoppáré a csukesz. De szép. Köszönöm. Ott láttátok már, bármi is történjen. Ez az, ez jött utána. Nem is ilyen kicsi. Ez az. Sajnos nincs nálam most a merítőháló. Nagyon minimálba tolom, de megvan. De megvan. Nem nagy. Na, nyugodj meg. Hát jó, nem fárasztottalak ki valóban. Nem erre számítottál, tudom. Jaj. Nyugodj le. Jaj. Ez az. Egy közös kép a bottal. Meghozta az eredményt. Ez ugrált utána. Oké. Csali? Oké. És hát... Kicsi horog, alig ütötte meg a száját. Nem nagy csuka.
Nem tudom, mennyire fog látszani a képe, hát most fejjel lefelé van, tudom, nem a legjobb így. Megfordítom, csak a csuka az nem játék. Hát így néz ki. Egy 40 centis kis bisek. Na ha már... Isten áldjon. Csuka fejes. El is ment. Hú, de örülök. Ez ment utána az előbb is. Ej, de örülök neki. Hú, ez igazán jól esett most a lelkemnek. Ez most a mai nap után igazán jól esett a lelkemnek. Na még egy dobás, hát ha. Jó, hát gondolom ez már nem megy utána, de nem tudom mennyire fog látszódni a videóból, mert most már azért eléggé lement a fény. Nem nagy csuka, de az élmény az jó volt. És többször utána koppintott már. Többször érződött, hogy utána kap a gumit, meg is húzta. És a vezetésről annyit, hogy nem tudom mennyire látszik így a boton, meg a damilon, de próbáltam hasonlóan, mint ahogy a süllőre szoktátok, hogy leengedem, beletekerek, csak hosszabban tekerek bele. Na nézzük még itt meg a hídnál, aztán megyek haza. Szuper egy nap. Ó, hát így már aztán nem is tudom, hova esett ez is. Leengedem, kicsit hosszabban tekerek bele, mint a süllőnél. Szoktam látni a videókban. Megnézem már, mit lát egyáltalán a kamera. Hát nem sokat. Nem sokat, de annyi biztos, hogy a hal az látszódik. Hát most ennek a pecának nyilván ez a hátránya, hogy kicsit mintha belehúzott volna, nem? Növény szerintem. Más az azért, amikor így kicsit erőszakosabban támad, mint egy növény. Tehát a csuka az olyan, hogy nem olyan, mint a hínál, hanem olyan prak, tük-tük. És ez hasonló egyébként, mint ami az előbb volt itt, de... Kis csukát becsaptam. A növény... Hát, növény az nem húzza le a gumit. Hát akkor erre visszadobok. Erre visszadobok most. Nyilván ezt majd újra egy hosszabb horoggal meghúzom. Nehéz kontrollálni így, hogy nem látom, hova esik be a vízbe. Hogy mennyire damilt selem látom. Teljesen csak az eddigi tapasztalatokra hagyatkozok, hogy mennyit vártam, míg beleesett a vízbe, mert mikor kezdtem el tekerni, meg ilyenek. Olyan érzés, mintha hal csesztetné egyébként. Nem, most az nem hal volt, helyén maradt a gumi. Na, a híd felől még hátha. Kicsit most egyenletesebben tekerem, mert tényleg nem tudok arra helyezni, hogy most leérkezik, nem érkezik. Jó, talán megállok, de... már semmit. Az a pece ennyi volt, utolsó dobás. Sajnos nincs értelme, nem látom. Semmit nem látok.
Na jó, utolsó dobás után mindig van egy utolsó utáni dobás, ami egy jó nagy dobás. Jó, ezt most csak így egyenletesen végig tekerem itt víz közt. Ha ott van, akkor felúszik érte, szerintem így is, úgy is. Lassan csinálom, lassan tekerem ilyenkor. Na, utána pöccintett. Ennyi volt. Te ezt a szakaszt meg sem nézem. Igazából ez egy órás pecában, mert fél órája lement a nap. Egy órás pecában ennyi fér bele. Hát köszi szépen, hogyha végignéztétek a videót. És ha feliratkoztok a csatornára, hát sokan kérésére most így bemutattam, hogy hogy is sikerül ez. Hogy is szoktam munka után lemenni pecázni. Hát ez így alakult. És megyek vissza. Elég saras itt az út. Az autóm kint áll. Van egy kollega, aki ugyanúgy lejött pergetni. Ő arra ment a másik része felé. Ő arra esküszik csukába. Azt mondta, erre nem lehet. Olyan jókat, már nem ő mondta, aki most épp itt kint áll, hanem a másik, de lényegtelen az egyik pecás azt mondta, hogy erre nincs csuka. Hát, itt a bizonyíték, hogy van. Na sietek, lehúzom a csizmát, még rám nem sötétedik. Telefont előveszem most már, azért világítani érdemes lesz. Itt hol menjek. Na hát, köszi, ha végignéztétek a videót. Sziasztok, hello!